Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, pünkösdöt ünneplő szent gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 377-es számú dicséretünk első versét. 377-es számú dicséretünk első verse így kezdődik: Szent Lélek, védj körül bennünket. Foglalva folytassuk tovább a mi éneklésünket. A már megkezdett 377-es számú dicséretünket énekeljük második és harmadik verseivel. 377-es számú dicséretünk második verse így kezdődik: Szent Lélek, imádunk mi téged. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét a mai délelőttön az apostolok cselekedeteiből fogom olvasni, a 8. fejezet 26. versétől a 40. versig. Az apostolok cselekedeteiből, a 8. fejezetből, a 26. verstől, amíg Istennek igéjét felolvasom, a gyülekezet helyét elfoglalva, nyitott szívvel hallgassa végig. Az etióp kincstárnok megtérése. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: Kelj fel, és menj dél felé, a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi,
a Kandakénak, az etióp királynőnek udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek: menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt: hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: íme, itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp: ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: hiszem, hogy Jézus Krisztus Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig Azótoszba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, amíg Cézáreába nem ért. Isten tegye áldottá az ige hallgatását, szívünkbe fogadását, megtartását, jöjjük, emeljük fel a szívünket, és ezért könyörögjünk most. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, hálásan köszönjük neked ezt a csendes pünkösdöt. Köszönjük a hozzánk szóló igét. Köszönjük a gyülekezet közösségét és gondviselő szeretetet bőségét. Köszönjük a megterített asztalokat, a tegnapi megterített asztalt, ami egy másfajta közösségbe hozott minket, és a mai megterített asztalokat, amelyek szintén egy másfajta közösségbe hoznak. Köszönjük a szolgáló és áldozatkész szíveket és kezeket. Bocsáss meg nekünk azt, amikor nem tudunk élni ezzel a bőséggel és szeretettel, amit te adsz nekünk. És annál inkább könyörgünk azokért, akiknek mindez nincs meg. Akik ma még nem ettek semmit, akik mögött nem áll támogató közösség, akik még sose hallottak a te üdvözítő szeretetedről, akik félnek, vagy a halál szélén vannak. Könyörülj rajtunk, Istenünk, hogy ne kényelmesedjünk bele a mi jó körülményeinkbe. Áldunk téged a te csodáidért, amikről énekelni fogunk. És bocsáss meg, amikor nem tartjuk őket számon. Bocsáss meg, amikor vakok vagyunk a te országodra, és szent lelked cselekvő erejére. Csodát kérünk tőled most is. Azt, hogy tedd az emberi szót újjáteremtő igévé. Lágyítsd a mi kemény szívünket. Vedd el a mi közönyünket. Segíts el minket Isten fiainak örömére, szabadságára, boldogságára. Alázatosan kérünk, szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletre készülve az új énekeskönyvünket vegyük elő, és ebben az énekeskönyvben keressük meg a 87-es számú dicséretünket, és ezt énekeljük most, mint egyfajta fohászt. Úgy kezdődik ez az énekünk, mint szarvas hűs vízforrásra.
Istennek igéjét a már olvasott apostolok cselekedeteiből, a 8. fejezet 37. verséből olvasom. Ezt mondta neki Fülöp, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus Isten fia. Kedves testvérek, Pünkösd a Szentlélek ünnepe, és annak a munkának az ünnepe, amit az ő jelenléte művel, cselekszik itt a Földön, az egyház épülésének az ünnepe. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy a Szentlélek munkáját nyomon követni nagyon nehéz, hiszen rendkívül titokzatos az ő munkája, szokták hasonlítani szélhez, tűzhöz, ajándékhoz, és ezek ugye mind olyan dolgok, amit igazából látunk, de nem tudunk irányítani, nem tudunk megfogni, nem tudjuk, hogy honnan indul, és miért pont onnan. Úgyhogy ha én a Szentlélekről beszélek, vagy tanítok, akkor általában gyakorlatias ember lévén mindig egy történetet veszek elő. Egy olyan történetet, amiben azért a Szentlélek munkája valamelyes nyomon követhető, amiben lehet látni, hogy hogyan dolgozik a Szentlélek a mi életünkben. Ezért választottam erre a mai délelőtre ezt a történetet, az etióp kincstárnok történetét, mert ebben nagyon szépen végig lehet nézni, végig lehet követni a Szentlélek munkáját. Nagyon különleges ez a történet, de azért is, mert egy különleges emberről szól. Egy magasrangú afrikai állami tisztviselőről van szó, az etióp Kandakénak, ami vagy anyakirálynőt, vagy királynőt jelent, a kincstárnoka volt ez a férfi, akinek a nevét nem tudjuk. A hierarchiában az országban a harmadik vagy negyedik ember lehetett, tehát egy nagyon tekintélyes emberről van szó. Ebből kifolyólag tudjuk azt is sejthetjük és gondolhatjuk, hogy egy gazdag emberről is szó van, ugyanis egy ilyen hosszú utat, amire ő vállalkozik, másképp nem engedhetett volna meg magának. A jeruzsálemi templom az ő lakóhelyétől közel 2000 kilométer volt, ugye ez oda-vissza 4000 kilométer, és abban az időben a kor közlekedési eszközeivel ez több hónapos út volt. Valószínű nem egyedül indult el, tehát kísérték őt, ez nagyon sokba kerülhetett. És ezt olyan ember engedhette meg magának, aki ezt ki tudta fizetni, tehát gazdag is volt. Azt is tudjuk róla, hogy ő egy művelt ember volt. Ugyanis Jeruzsálemben ő vesz egy Ézsaiás tekercset, és hangosan olvassa hazafelé. Hát ezt is méregdrágán vehette, tehát ez is egyfajta bizonyíték az ő gazdagságára. Ugyanakkor valószínű, hogy ez a könyvtekercs ekkor már görög fordításban volt a kezébe, görög nyelven íródott, tehát ő ismerte az akkori világnyelvet, a görögöt, és ezért tudja olvasni, tehát egy művelt, olvasott emberről van szó. És van még egy tulajdonsága, amit kiderül róla, ez pedig az, hogy nem elégítette ki őt az a vallásos élet, ami az ő hazájában volt. Neki az nem volt elég, amit a bálvány istenektől kapott, amit gyerekkorától tanítottak neki, amiben ő felnőtt. Az őt nem elégítette ki. Valószínű, hogy abban az időben már élhettek zsidók Afrikában, és valószínű, hogy beszélhettek az ő istenükről. Beszéltek az ő istenükről, aki különleges, láthatatlan és megfoghatatlan, viszont beszél hozzájuk. Ő teremtette a világot. És akkor ennek a kincstárnoknak a szívében felébred a vágy, hogy ő úgy szeretné megismerni ezt az Istent, aki beszél hozzá. Azon gondolkozhatott, hogy az ő isteneik miért nem beszélnek hozzájuk, és miért nem csinálnak ilyet például, hogy megteremtik a világot, vagy miért nem vonulnak velük háborúkba, ha szükség van rá, vagy miért nem védik meg őket, miért nem gyógyítják őket. Elgondolkodott ezeken, és valami elementáris vágy ébred a szívében, hogy ő találkozni akar ezzel a másfajta Istennel. Azzal az Istennel, aki állítólag hozzászól az övéihez, hogy van valami szava
neki, amit el lehet olvasni. Ezért indul ő el, hát hova menjen, hogy ezt az Isten megismerje? Természetesen ennek a vallásnak a központjába, Jeruzsálembe indul. Ott hagyja az ő munkáját, erre is képes hónapokra, ugye ez fizetés, kiesést jelent, vállalja az út költségét, a nehézségeket és mindent, csak hogy találkozhasson ezzel az Istennel, ha valóban létezik, akiről ő hallott, és akit annyira szeretne megismerni. És ez az első nyom, kedves testvérek, ez az első jel. Mert amikor ilyen mély Isten utáni vágy ébred a szívünkben, amikor azt érezzük, hogy kell lenni valami többnek ebben, emögött, amikor azt érezzük, hogy jobban szeretném ezt az Istent megismerni, közelebb szeretnék hozzá kerülni, akkor már ez is Isten szent lelkének a munkája a mi életünkben. A vágyat Isten után a szent lélek ébreszti a mi szívünkben, a mi életünkben. Az a szomjúság, amiről énekeltünk, ahogy a szarvas vágyakozik a folyóvízre, és mi is vágyakozunk arra, hogy ide jöjjünk, akit ez a vágy hajtott ma ide, hogy szeretnék Isten közelébe lenni. Kíváncsi vagyok arra, hogy mit mond ma nekem. Szeretnék ebben a közösségben lenni. Szeretnék válaszolni a harang hívására. Szeretném összekulcsolni a kezemet és elmondani neki valamit. Ha ott van ez a vágy a mi szívünkben, szinte szomjazik a lelkünk, az bizony már nem más, mint a Szentlélek munkája a mi életünkben. Ahogyan ennek az etióp kincstárnoknak is az életében, ez már a Szentlélek munkája. Ismerőse ez a vágy. Ismerőse az, hogy ennek többnek kell lenni. Hogy ez nem csak ennyi. Hogy kell lenni valami többnek. Ismered-e ezt az érzést, hogy jobban szeretném ismerni őt? Nem csak az emberi kapcsolatainkban, hanem az Istennel való kapcsolatodban. Közelebb kerülni hozzá. Jobban szeretni őt. Jobban érteni őt. Jobban megtapasztalni őt. Olyannyira, hogy bármilyen szekélyre képes vagyok felülni. Bárhova képes vagyok elmenni ezért. Nos, ha igen, akkor ez már a te életedben is a Szentlélek munkája. Ő már jelen van, és dolgozik benned. Nagy veszélye a mi vallásos életünknek, vagy akár a hívő életünknek is, amikor beérjük annyival, ameddig eljutottunk. Amikor beérjük azzal, amit esetleg készen kaptunk. Amikor beérjük a mások Isten ismeretével. Beérjük annyival, hogy én édesanyám vagy a nagymamám ezt mondta. Így tanította, és nekem ez elég. Egyfajta instant kereszténység ez. Így indul, hogy halljuk valakitől. De amikor nem akarok tovább lépni, hanem azt mondom, hogy nekem ez elég, akkor az lehet, hogy nem válik személyessé. Akkor lehet, hogy még csak a kapuban állok. Abban a kapuban, amin be kéne menni, és tovább kellene menni. Mert hogy még ez egy hosszú út. Ez az etióp kincstárnok is mondhatta volna, hogy igen, van egy ilyen Isten, ti erről beszéltek, tök jó. De őt ez arra indítja, hogy megkeresse a saját útját, és elinduljon ezen az úton. Ez egy nagyon hosszú, fáradtságos út. Hónapokba telik. A kérdés az, hogy te tényleg elindultál-e már ezen az úton? Megtetted-e már az első lépést, vagy a másodikat? Vagy hol jársz ezen az úton? Fontos, hogy ez a kapcsolat személyes legyen, a tiéd legyen. Tesztelni kell, igen, olykor ezt a kapcsolatot, és ez az is jelenti, hogy megkérdőjelezem olykor. Amikor elkezdek Istennel perelni, hogy ez valóban így van. Amikor személyes bizonyosságot akarok. Amikor elkezdem ennek a kapcsolatnak a határait tesztelni. Hogy mit tud nekem ő adni. Lehet tovább menni, mindig lehet tovább menni. Nos, kedves testvérek, a kincstárnok története ben talán ez az első, ami tanulságos, és nagyon fontos, hogy ő nem elégszik meg ennyivel, hogy ő hallott egy ilyen Istenről. Ő ezt az Istent személyesen akarja ismerni, és elindul erre a hosszú és nehéz útra. És mi volt ennek az útja? Elmenni egy távoli templomba,
mert úgy tudta, hogy ott lehet ezzel az Istennel találkozni, venni egy Bibliát, ami akkor ugyan még egy Ézsaiás tekes, de akkor is szentírás, amin keresztül Isten szól hozzá. Ez az útja. A közösség és a Biblia, a szentírás, Isten szava. Nagyon sokan hiszik ma is, hogy távol a gyülekezettől és Biblia nélkül keresztjének tudnak lenni. Biztos hallottuk már ezt, a hívő vagyok én a magam módján. Én a magam módján vagyok vallásos. Pedig az Istennel való kapcsolat itt kezdődik. Közösség más emberekkel, keresztjénekkel, és Isten szavának az olvasása, Biblia olvasás. A kincstárnok olvassa hangosan, mint egy kisiskolás. Úgy olvassa magának, mert annyira érdekli, de nem érti. És ekkor küldi oda a Szentlélek Fülöpöt, hogy magyarázza el. És kedves testvérek, ez a Szentlélek jelenlétének második árulkodó jele, amikor mellénk állít olyan embereket, akik által tanít bennünket. Mellénk állít olyan embereket, akik által közelebb kerülhetünk Istenhez, akik már lehet, hogy egy picit előrébb járnak, mint mi, akik megértik azt, amit mi még nem. Mellénk állít olyan embereket, akik által vezet bennünket, akik velünk együtt imádkoznak, akik őhozzá segítenek közelebb. Ha ad ilyen közösséget, ahol együtt gondolkodhatunk, kérdezhetünk, kereshetünk válaszokat, az a Szentlélek munkájának egy újabb árulkodó jele. A kincstárnok miközben hallgatja az ige magyarázatát, az ige hirdetést tulajdonképpen, mert egy személyes ige hirdetést kap ott a hintóban, nyitott szívvel hallgatja, és azzal a szomjúsággal és éhséggel, amivel elindult, amiről beszéltem, és amiről énekeltünk, ennek nyomán hit ébred a szívében. Azt olvastuk az igében. A hit ébredése és a Szentlélek munkája. Egyszer csak megnyílik ennek a kincstárnoknak a szeme, és megnyílik előtte egy nagy titok. Életében először hall arról, hogy egy bűn nélküli, ártatlan ember, akit Jézus Krisztusnak hívtak, azért halt meg, mert ez az Isten őt nagyon szereti. Az az Isten, akit őt meg akart ismerni. Kiderült számára, hogy ez az Isten őt is szereti, olyannyira, hogy az ő fia, Jézus Krisztus meghalt ő érte. Először hall ez az ember Jézus Krisztusról. Először hall arról, hogy ez az Isten szereti őt. Fantasztikus, ilyet még sosem hallott. Az ő bálvány istenei otthon ilyenre nem képesek. Nem is akartak soha ilyet tenni. És ez az ember elképedezen, és kinyitja a szívét ezelőtt az ige és evangélium előtt. Két dolog volt megrendítő számára, az, hogy ez az Isten szereti őt, olyannyira, hogy meghalt érte. A második meg, amivel kapcsolatban itt szembesül, a bűnei. Ő még eddig nem nagyon hallott az ő bűneiről, hogy ő bűnös ember lenne. A bűn meglátás az életünkben szintén a Szentlélek lábnyoma. A Szentlélek munkája. Tehát gyönyörűen látszik, kedves testvérek, ahogy ezen a történeten végigmegyünk. Nyomon követhető, fölébred benne a vágy az élő Isten után. Elindul, hogy megkeresse őt. Kap maga mellé segítséget, amikor szükséges. Elkezd hinni ebben a Jézusban, amiről Fülöp beszél. Aminek a következtében kinyílik a szeme az ő bűneire. És akkor arra is rájön, hogy ő nem akar enélkül, a Krisztus nélkül élni. Arra is rájön, hogy ő nem akar a bűneivel tovább élni. És akkor meglát, ott van karnyújtásnyira, ott haladnak el mellette egy kis folyóvíz, és azt mondja, szeretnék megkeresztelkedni. Kedves testvérek, ez a keresség itt konkrétan a bűnbánat keressége, mert ez az ember szabadulni akar a bűneitől. Keresztelj meg engem azonnal. És Fülöp azt mondja, hogy hát jó, de ez nem csak víz kell, hanem hit is, ami neki eddigre már van. Mert ez a hit megszületik az ő szívében, miközben Fülöp beszél neki Jézus Krisztusról. És itt hangzik el ez a gyönyörű hitvallás, amit felolvastam. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia.
hoz egy döntést Isten mellett. Ez a Szentlélek munkájának a következő nyoma az életünkben. Elhiszi, amit hall, és személy szerint magára is érvényesnek tartja és tekinti. Kedves testvérek, akinek az életéből ez a kettő hiányzik, az őszinte bűnlátás és a Jézus Krisztussal való személyes találkozás, az az ember még kívül van Isten országán. Jó lenne, ha belenéznénk Isten igényének a tükrébe. Jó lenne, ha megvizsgálnánk magunkat. Mi hanyadán állunk Istennel. Isten a mi életünket is meg akarja váltani, ahogyan ennek a kincstárnoknak az életét. Isten bennünket is ugyanúgy szeret, mint ahogy ezt a kincstárnokot szerette. A kérdés az, hogy te elindultál-e már a te utadon. Az is egy érdekes kérdés lehet, hogy mi lehet a te utad. A kincstárnok további történetét nem ismerjük, azt viszont tudjuk, hogy Etiópiából már a második századból vannak feljegyzések keresztény közösségekről. Nem is találgatni akarok én, és nem is olyat állítani, ami lehet, hogy nem biztos, de nem kizárt, hogy ez a kincstárnok, amikor hazament, beszélt arról, hogy ő kivel találkozott, és mit élt meg. Elképzelhető, hogy ő volt Afrika földjének első keresztény misszionáriusa. Elképzelhető, hogy elmesélte azt az örömet, amivel ő tovább halad. Megtalálta azt, amiért ő indult. Megtalálta azt az örömet és azt a boldogságot. Kizár dolog, hogy erről nem beszélt. Hogy nem lelkendezte el, amikor hazaért. Hogy ez az Isten mennyivel másabb, mint amit ti ismertek. Hogy milyen igazi szabadítást tud adni. Milyen igazi örömet. És volt már szentírása is. Kedves testvérek, sosem az a fontos, hogy hogyan jön be valaki a templomba, az Isten tiszteletre. Mindig az a fontos, hogy hogyan megy ki onnan. Hogyan mész ma innen el? A Szentlélek munkája bennünk Isten megismerésének a vágya. Az a vágy, hogy közelebb szeretnék kerülni ehhez az Istenhez. A Szentlélek munkája bennünk bűneink meglátása. Beismerése, az afeletti megszomorodás. És a Szentlélek munkája a szívünkben a hited, a hitünk ébredése. A Szentlélek munkája a szabadulás és az öröm, a feltétlen szeretet öröme. A Szentlélek munkája az életünk megváltása és megváltozása. Ez az az oldal, amire mi képtelenek vagyunk. Ez az az oldal, amit csak Isten szent lelke képes elvégezni bennünk. Kedves testvérek, ezzel kezdtem, és ezzel fejezem be, a pünkösd a Szentlélek jelenlétének az ünnepe. Annak a Szentléleknek, aki képes megváltoztatni az életedet. És annak a munkának, amit az ő jelenléte végez. Annak az ünnepe. Egyházának, országának építése. Egy karnyújtásnyira van tőlünk. Nem a folyó, hanem a Szentlélek. Csak kérni kell. Könyörögni érte. Behívni az életünkbe. Tegyük ezt. Amen. Hajtsuk meg a fejünket. És könyörögjünk. Szentlélek Isten, ez a te ünneped, téged ünneplünk, a te jelenlétedet, a te munkádat. És azért vagyunk itt, hogy jelen legyél a mi életünkben is. És azért kérünk, azért könyörgünk ma, hogy valóban formáljád bennünket. Talán elkezdted már bennünk a munkádat. Talán még nagyon az elején járunk. Köszönjük a te szeretetedet, a te türelmedet. Köszönjük, hogy megvárod, amíg mi megkeressük a saját magunk útját, és elindulunk azon.
Köszönjük azt a türelmet, amivel akkor is mellettünk állsz, amikor eltévedünk. Bocsáss meg olykor a mi gyengeségünket, a mi hitetlenségünket. És köszönjük azt a látást, amit akkor adsz, amikor ilyeneket teszünk. Köszönjük a lelkiismeret fordulást, a bűntudatot, amikor ilyenkor adsz nekünk. És köszönjük azt a szabadságot, amit ezeket megvalva tudsz adni nekünk. Urunk, te látod, mennyire szeretnénk mi azt az örömet, amivel ez a kincstárnok tovább ment. Azt a békességet, amit keresett és megtalálta. Urunk, add nekünk ezt az örömet. Add nekünk ezt a békességet. Állj ma mellénk. Add, hogy kinyissuk a szívünket te előtted. Hogy várjunk téged. Hogy igazából ne csak megértsük, hanem meg is éljük ezt az ünnepet. Így könyörgünk, Urunk, mindenkiért, aki vigasztalásra vár, aki szomorú, magányos, egyedül van, beteg vagy gyászol. Te vagy a vigasztaló. Te vagy az, akinek a jelenléte begyógyít minden sebet. Kérünk, Urunk, légy közöttünk, Szent Lélek Isten, jöjj közénk, áld meg bennünket, szeress egybe bennünket. Lelkesíts, újíts meg. Növeld a népedet itt Mezőtúron is. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És kísérj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva, fogadjuk nagyon sok szeretettel a református felnőtt kórust, akik eljöttek ma közénk, hogy pünkösdi énekekkel örvendeztessenek meg bennünket. Kérem a gyülekezetet, hogy ahogy már az ének tanításnál elhangzott a 234-es számú dicséretnél, nyissuk ki az énekeskönyvünket, mert a második verszakot együtt fogjuk énekelni. Mindenkit, ha szeressünk, egyesítve.
Szeretném megköszönni a református felnőtt kórusnak a szolgálatát ezen a mai pünkösdi istentiszteletünkön, és köszönöm a vezénylést Marci Ernő kántor karnagynak, és köszönöm szépen Debreceni Néhanitának a felajánlását, ugyanis a piros sálak tőle jöttek, ő készítette, és az ő felajánlása, köszönjük a támogatását a kórusnak ilyen módon is. Nagyon nagy szeretettel hirdetem, kedves testvérek, az alkalmainkat, amik ránk következnek. A keddi biblióra Újvároson elmarad. Szerdán 16 órakor viszont már a Szent Pál református idősek otthonában a bibliórán meg lesz tartva, ugyanígy csütörtökön 17 órakor itt a belvárosi gyülekezeti házban. Vasárnap az istentiszteleteink a megszokott rendben, 9 órakor Újvároson a templomba, 10 órakor itt a gyülekezeti házban, és 4:12-kor a Szent Pál református idősek otthonába hívogatunk minden kedves testvérünket. Adományokat hirdetek az elmúlt héten Persejpénz belvároson 5180 forint volt, Újvároson 14280 forint. Köszönjük az adományokat, és itt hívom fel a gyülekezet figyelmét arra, hogy adakozzunk továbbra is jókedvel, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Szeretettel hirdetem, hogy a kis újság, ami a kezemben van, elvihető, az elején a pünkösdi körlevél van a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára, a hátulján pedig a megbemenetel kapcsán rendezett csendes napunkról van egy rövid híradás. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét arra is, hogy megterítettük az asztalokat kicsit másféleképpen, mint tegnap. Most azt szeretnénk, ha kötetlen formában egy kis sütemény és teja mellett még itt maradnánk a teraszon beszélgetni, erre a szeretett vendégségre hívunk is. Várunk mindenkit. Isten legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük, amely a 264-es számú dicséretünk lesz. A 264-es számú dicséretünket énekeljük mind az 5 versével. Első verse így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Thank you.
Fennállva fogadjuk az áldást. Mert mindaz, aki kér, kap. Aki keres, talál. És aki zörget, annak megnyittatik. Amen.